Egy-kettő. Jó reggelt, szervusztok! Folytatjuk a békamenet rendezés sorozatát most itt a Deák téren. Az Oktogon Zalaegerszeg után most újra Budapesten vagyunk. Zalaegerszegen egy sikeres bankárfuttatást is sikerült eszközölnünk, ahol az alkalmazottak rendőri kísérettel megszégyenülve kullottak elő a az MKB bank fiókjából. Valószínűleg az ügyintézők szeretik az ekkora gondoskodást, azért nem mondják el, hogy milyen tisztességtelen módszerekkel tukmálták a hiteleket a lakosságra. Továbbra is szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a háttérben a kormány és a bankszövetség megint róluk egyezkedett és egyezkedik. De a tártalanítás, a semmi szerződések lezárása helyett azon tanakodnak, hogy mekkora törvénytelenséget tudnak lenyomni még a társadalom torkán, mekkora törvénytelenséget tudják a hitelszerződéseket életben tartani, mekkora az a törvénytelenség, ami még megmenti a bankrendszert, és az adósokat nem eresztve még évekig, évtizedig a fosztogatás eltűnésére kényszeríti. Zárt ajtók mögött a közvélemény kizárásával történnek ezek az egyeztetések. Gondolkodjunk józanul, és ne higgyük el fenntartás nélkül azt, hogy az adósok érdekében történik az egyeztetés, mert látható, hogy egy újabb átverés készül. A rengeteg Púri által megbocskolt devizahiteles szerződés, az országgyűlés devizahiteles törvénye mind azt szolgálja, hogy eltussolják a károkozás valódi számait. A megbocskolt törvényekkel 100 000-es, milliós nagyságrendű banki visszaélések kerültek a felszínre egy-egy adósnál, ezért elképzelhető a károkozás valódi és eltitkolt nagyságrendje, az igazságszolgáltatás a hatályos törvények alapján valóban igazságot szolgáltatna, és nem bankmentő jogegységi határozatokkal, törvényekkel javítgatná a szerződéseket. Nem 100 000-es tételekről van itt szó, nem is milliós tételekről van szó, hanem a gazdaság totális kisiklatásáról, az emberek megtévesztésével, tévedésben tartásával elért elszegényítésről, amivel az államigazgatás a törvényhozásban, a végrehajtó hatalomban közpénzen gazdagodók és jelentős számban kivették a részüket. És a hazudozás, az eltussolás a mai napig tart. Akik esetleg itt értetlenül nézik, és nem értik, hogy miért nem fogadjuk el a kormány és a bankszövetség adósmentő csomagját, azok itt a sátornál tájékozódhatnak, várjuk őket szívesen, szeretettel. Ma meg fogjuk látogatni a CIP, a Budapest Bank, a Raiffeisen Bank, a Sopron Bank és a KNH fiókjait. A fiókok ablakára kitesszük azokat a jogerős bírósági határozatokat, amelyekből a közvélemény is tájékozódhat, és láthatja, hogy a bankok csaltak és becsapták az embereket. A mai bankfesztivál, Bankmenelő Fesztivál a bankok zárásáig a legkésőbb 6 óráig fog tartani. A menetrendet Laci fogja majd ismertetni, és ezzel megnyitom a békamenetet, és átadom a szót Pópa Lacinak. Köszönöm. Hát halihó harcosok, békák, ne fizess rendezvényközpont tagot, hogy akárhogy nevezhetnénk. Ugye a Vili elmondta, hogy mi minden történik itt kormányzati részről, nem kell megfeledkeznünk az ellenzékről sem, mert ők is csöndben maradnak, és ugye vétkesek közt cinkos, aki néma. Ránéztek erre a táblára, pont erre fordította a szél, tehát kedvező a széljárás nekünk. Ugye a ne fizess rendezvény központot, ami most létezik és nincs áthúzva, megmutatjuk, hogy bizony vannak, akik nem így gondolják. Akik úgy gondolják, hogy a mocskos bankoknak fizetni kell, az oligarcháknak fizetni kell, a poligarcháknak fizetni kell. Úgy gondolják ezt, és ugye az egész onnan indult, hogy ne mondjuk több száz évet menjünk vissza, annak idején a KISZ. A mai állami vezetők szinte mindegyike a KISZ-ben kezdte. Biztosan közöttünk is van néhány, aki KISZ tag volt korábban, akár még vezető is, de nem lett ilyen mocskos, aljas gazember, mint ezek,
Tehát nekik mindenképpen kellett valami továbbképzés, és ezt a továbbképzést valószínű a pénzhatalom adta meg nekik. A pénzhatalom adta meg az MSZP-vel, az MDF-vel, az SZDSZ-szel, és aztán jöttek szépen sorba, néhányan közülük már nincsenek a palettán. De mindannyian valamilyen módon irányították az országunkat, betömörültek valamilyen rendszerbe, a jólét látszatát keltették rendszerváltás után, és közben a háttérben eladták az országot. 5-6 évig itt mindenki jól élt, tapsolt, elmentek az oroszok, emelkedett az életszínvonal, közeledtünk Európához, és közben a háttérben eltűntek a termelő vagyonaink. Eltűntek a földjeink, amiken termelhettünk volna. Az állattenyésztésünket leamortizálták, a cukorgyárainkat és a többi árainkat eladták. Nagyon szépen köszönjük a szimpatizánsoknak, már is van támogatónk. Ez egyébként jó hely, mert októberben is kaptunk itt támogatásokat, nagyon örülök neki. Tehát a jólét az, ami a látszatot keltették, és közben kiraboltak minket. Aztán kitalálták a rablóhitelt, amivel az utolsó szöget akarták bevenni a magyar nép koporsójába. Hát ez az, ahol megálltunk, elővettük a pajszereinket, a sárkányainkat, és megakadályoztuk azt, hogy ez az utolsó szög bekerüljön, és végleg leütésre kerüljön. Nem hagyjuk, mert ha az utolsó szöget is beverik, akkor itt annyi az embereknek, akik még boldogan sétálgattak, és nézik azt, hogy hát nem olyan jó, mint volt, de lehetne sokkal rosszabb is, hiszen most egyébként is megmentettek minket. És itt kellene szerintem egy rövid magyarázat, hogy miért pont narancssárga, miért pont béka, hát ez mind-mind a jelen helyzetre igaz. Narancssárga, mert azt halljuk 2 éve, hogy bizony a bankoknak menni kell, bizony a bankok csaltak, bizony az embereket kártalanítani kell, de nem látunk tetteket. Csak szavakat hallunk, csak szavakat arról, hogy milyen jó lesz majd nekünk, csak azért, hogy még egyszer és még egyszer oda szavazzon a nép, hát ebből elég volt. Azért ugyanaz a betűtípus, azért narancssárga, csak mi nem azt mondjuk, hogy Fidesz, hanem hogy ne fizess. A kettő között ez az óriási különbség, nem csak a bankoknak, a többi oligarchának sem, aki kizsákmányolást, és azoknak a mocskos politikusoknak sem, akik ezt támogatják, és ebből brutál jól élnek. És azért béka, mert azért van nekünk egy békemenetünk, ami, vagy az nem a miénk, de van, aki minden másért, minden látszólagos dologért képes tömegdemonstrációt szervezni, nyilván úgy, hogy fizetik a résztvevőket, és békemenetet szerveznek, és többször ígérték, hogy a devizahiteles ügyben is szerveznek békemenetet. Hát ez nem sikerült nekik, mert mindig elodázták, hát mi szerveztünk békemenetet. Nem nincs szükség arra, hogy a kormány irányítsa a civileket, és úgy tűnjön, mintha meg lenne oldva. Egy nagy vaszatolás folyik, a megalkuvók sorakoznak, az árulók sorakoznak, hát mindenképpen meg kell őket ebben akadályozni. Úgyhogy mi nyomjuk tovább, a ne fizess, a békamenet, elég volt abból, hogy kifosszák az országot, és ahogy Vili mondta, az első körben kitesszük a plakátokat a bankokra, utána pedig itt folytatjuk a dolgokat, mivel van közöttünk néhány olyan ember, aki kimeri nyitni a száját, hogyha egy ügyintézővel találkozik, legyen az bármilyen ügyintéző is. Ha valaki úgy gondolja, hogy van intézni valója valamelyik bankban, szigorúan a demonstráción kívül, tehát magánszemélyként, természetesen kaphat segítséget, de a bankban demonstrálni tilos. Köszönöm!